Hola vaqueros, szevasztok, Krisztián vagyok. Ez a videó egy kicsit rendhagyó lesz, ezúttal a változásokról és a két update-ről fogok beszélni, egy kicsit máshogy, mint eddig. Rögtön az elején hadd kezdjem két vallomással. Az egyik, hogy kis ilyen töröltem a csatornát. Az oka miért mégsem, az a ti kommentjeitek voltak és a sok pozitív visszajelzés. És ez most nem egy ilyen pátoszos demagóg duma, tényleg csak ez volt az ok. Ezúton is köszönöm nektek. A másik vallomás, hogy ez már a második videó a naturalista update-tel kapcsolatban. Az első annyira negatív lett, hogy úgy döntöttem, inkább csinálok egy másikat. Nos, srácok, hát ez az a roll, ami a leginkább megosztja a Reddit online közösségét. Van, aki szerint ez egy nagyszerű dolog, és van, aki szívből utálja. Hát ami engem illet, mondjuk úgy, hogy nem őszinte a mosolyom, amikor a naturalistára gondolok. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek a rollnak tényleg helye van egy Western játékban. Egyébként kíváncsi lennék, hogy ti mit gondoltok. Ha van kedvetek, írjátok meg kommentbe. Csak halkan kérdezném meg, nem lehetett volna mondjuk bankrablás, mint a sztoriban? Ott van Valentine, Rhodes, Blackwater, Saint-Denis. Vagy nem lehetett volna vonatrablás, szintén, mint mondjuk a sztoriban? Esetleg a játékos vehetne rancsot, mint mondjuk a Pronghorn Ranch, vagy Beecher's Hope, és aztán farmerkodni, mint mondjuk John Marston a sztori végén? Azért remélem egyszer ezek is bekerülnek a játékba. Nos, maga a naturalista roll egyszerű, mint a lapátnyél. Leszedállod az állatokat, vérmintát veszel tőlük, aztán elviszed a maszatos képű csajnak, és eladod neki fityingekért. Miss Maszat hektoliter számra vesz át vért. Gondolom vámpírfarmot üzemeltet, vagy lehet, hogy szúnyogokat tenyészt, ki tudja. Ha csinálod a trader rollt, ahol hát állatokat lövöldözöl le, akkor Miss Maszat megharagszik, és rögtön a randi elején lefúj valami kápszer sprével, majd ezután nem is áll veled szóba egy darabig. Ha a tőle felvett küldetések közben hullahegyeket hagysz magad után, az nem zavarja, de ha lelősz egy pockot, attól mély depresszióba esik. Bekerültek a játékba a legendás állatok. Ha megszerzed a prémüket és elviszed Gushoz, akit az online-ban hát amolyan trapper, akkor vehetsz tőle ilyen gyönyörű szép csinos ruhákat. A sztoriban a Varmin puskának volt értelme. Hát az online-ban nem sok. Gondolom érezte ezt a Rockstar is, úgyhogy hozzá csapta a naturalista rollhoz. Állatokat szedálni csak ezzel lehet. Szintén ezzel a rollal jött a Campfire, amit ha feloldasz és megveszel, akkor szinte bárhol tüzet gyújthatsz és kraftolhatsz vagy sütögethetsz. Ez mondjuk tök jó. Kaptunk egy új íjat, az Improved Boat, ami lényegében ugyanaz az íj, mint ami eleve benne van a játékban, csak ezt lehet skinezni is. Új fegyver az Elefánt puska, amiről a következő videóban részletesen beszélek majd. Kaptunk néhány új ruhát is. Hát bakker, Woodstockban ezekért a hippik közelharcot vívtak volna. Srácok, ha ennél mélyebben érdekel titeket a naturalista, akkor ajánlom más youtuberek csatornáját, ők majd nagyon lelkesen elmagyarázzák, hogyan kell ezt a rollt űzni. Én ezt most tisztelettel kihagynám. Na, beszéljünk egy kicsit a negyedik Outlaw Pass-ről. A Red Dead Online standalone lett. Vagyis most már megveheted külön is, csak az online, 2000 forint körül van a Steam-en. Szeretném azt hinni, hogy ez annak az előjele, hogy végre igazán jó tartalmakkal fog bővülni a játék. A jó hír, hogy a játék végre stabilan fut, csak nagyon ritkán van disconnection vagy kifagyás. Emlékszem rá, amikor a játék kijött tavaly novemberben PC-re, még VPN-nel kellett az online-t játszani, különben 10 perc után jött a disconnect. Hát most úgy óránként. A másik nagy változás a Collector Rollt érintette, és vele együtt sajnos az online collector mapet. Rengeteg tárgyat véletlenszerűen ad a játék, ezért az egyik legjobb pénz és XP farmolást komoly mélyütés érte. A kártyákat, üvegeket, virágokat, tojásokat a változás nem érintette, így azok gyűjthetők a régi módon. Ha most kezded a játékot, érdemes ezzel a rollal kezdeni. Ha az előbb említett dolgokat összegyűjtöd, akkor az 1400 dollár plusz 1500 XP per set, amikor eladod őket. Ez végül is még mindig elég jó. Bekerültek a Collector Rollba a fosszilok. Eddig ez PS4 exkluzív volt, de most már a PC-sek is gyűjthetik, meg gondolom az Xbox-osok is. Egyébként ez is random spawnol. A képességkártyák közül két kártyát érintett a változás. Az egyik a Gunslinger's Choice. Itt igazából a Rockstar csak kijavította a saját bugját, most már dupla oldal fegyverrel mész a Free Roam PvP eventekre. Ezelőtt hiába volt két pisztolyod, az eventen csak az egyik lehetett nálad.
A másik a Never Be The One. Itt finomítottak a hitboxon, és úgy tűnik az arc már nem a fej része, mert ha képen lőnek, ugyanúgy kifekszel egy lövéstől. Csak a fej felső szegmensét ért lövést fogja fel a kalap. Hogy miért éppen ez volt olyan fontos, azt nem tudom. Ha valami javításra szorulna, akkor az az, hogy PvP free roam eventek után offenzív módban jössz vissza, úgyhogy megint aktiválnod kell a defenzív módot, valamint fel kell húznod a táborodban a zászlót is újra. Ezek miért nem automatikusak? Miért nem úgy jössz vissza a free roamba, ahogy bementél a meccsre? Hát furcsa logika ez. Daily Challenges. A másik nagy változás a napi kihívásokat érintette. 0,1 aranyat kapsz per kihívás, plusz 200 XP-t. A legelső videómban azt ajánlottam, hogy csináld meg ezeket, mert nagyon jó aranyforrás, és az update előtt még az is volt. De most őszintén, srácok, már nem vagyok benne biztos, hogy érdemes ezekkel bajlódni. Azt mondanám, hogy amelyik nagyon könnyű, azt csináld meg, a többit meg hagyd a francba. Ez a változás rendesen kiverte a biztosítékot az online közösségben is. Petíció indult, hogy a Rockstar térjen vissza az eredeti jutalmazási rendszerhez. A leírásba belinkeltem az oldalt, szóval ha te is szeretnél szavazni, akkor ott megteheted. Daily challenge-ek helyett inkább csináld a Stranger Mission-öket, meg a Free Roam eventeket. Free Roam eventekből rengeteg van, és egyáltalán nem számít, hogy hogyan teljesítesz. Így is úgy is megkapod a jutalmat. A Stranger Mission-ök szintén jó aranyforrások, minden karakter másfajta küldit ad. Ha pedig most kezded a játékot és PvP-zni szeretnél, ajánlom a Hardcore Series-t. Már szinte hallom, ahogy azt kérded, mi van a Hardcore Series, beteg vagy ember? Nyugi. A Hardcore-nak épp az a lényege, hogy alapfegyvereket kap mindenki, és nem lehet használni sem Deadeye-t, sem Tonicot, és az összes ability kártya inaktív, vagyis egy level 1-es játékos pont ugyanolyan esélyekkel indul, mint egy level 400-as, és minden meccs végén aranyat kapsz. Nézzük a legutolsó update-et. A híres fejvadász a Prestigious Bounty Hunter, ami a negyedik Outlaw Pass-szel érkezett. Igazából csak a fejvadászról kiegészítése. Elvileg minden héten jön majd egy Legendary Bounty Hunter Mission. Jó sok új, vagy csak újra skinezett cucc is érkezett a rollal, meg az Outlaw Pass-szel. Ez a kiegészítő viszonylag gyorsan jött a naturalista után, gondolom a Rockstar így próbálta enyhíteni az elégedetlenkedők haragját. Jó hír, hogy végre kijavították a High Velocity Emote-t, ami most már egy egészen jó kis töltény. Többek között erről is szól majd a következő videó, plusz lesz PvP, szó lesz a fegyverekről és fegyver setupokról is. Ígérem, ezúttal nem kell hónapokat várni a következő videóra. Köszi a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is Vaya con Dios vaqueros, szevasztok!